gyerekek elérkeztünk egy újabb ranked videóba és a mai ranked videóba a 3800 pontot fogjuk megcsinálni uh, amit láttassátok ez egy ilyen reggeli ranked videó lesz mivel uh, jelenleg 8 óra 17 van uh, és a pontszámunk nem más mint 3793 hát uh, a grandmestert akartam volna megcsinálni viszont úgy látszik arról nagyon lekéstem mivel uh, 3950 nél se volt már Grandmaster, szóval hát az tuti nem fog sikerülni, sem a se holnap, se soha, jó, azt az én nem mondom, de hát legközelebb 6000 pontnál lehetnénk Grandmasteresek, akármennyire próbáltam elérni a Grandmaster, hát ez nem jött össze, mindegy, de hogy éljek a kedvenc trónokharcás mondatommal, idézettel, hogy bizonyos ajtók örökre bezárultak, de a legváratlanabb helyeken újabb ajtók nyíltak ki, vagy valami ilyesmi. Szóval most tehát jelenleg választhatunk, hogy vagy tovább megyünk újabb ranket célokat kitűzve, ha elérjük a 4000 pontot, vagy pedig majd gyakornunk, szóval ilyen gyakorló szezon tartunk, na mindegy. Ját bemutatom, hogy eléggé nagyot minuszoltam, szóval amit láthatjátok Itt volt egy 51-es mínuszom, aztán, amit láthassátok, itt szépen visszahoztam ezt a óriási mínuszt. Egy win is volt, mert hát ilyen viszonylag jó meccsek voltak, de amit láthassátok, hogy milyen kevés pontokat kapok, szóval. Uh, hát sajnos, sajnos ez. Ez már csak így megy, na mindegy, remélhetőleg most Bermudára fogok bedobni, mivel azt jobban szeretem. De ha. Uh, micsoda lesz, az se lenne nagy gond, csak. Uh, csak dobjam be valami meccsbe. Igen, pont, hát nem, nem a legjobb egy napot úgy kezdeni, hogy beminuszolsz egy ilyen nagyot, nem mindegy, tehát nagyon kellemes volt, tényleg nagyon, nagyon örültem neki, hogy ilyen fényesen kezdődik a nap, már a nap első feleiben micsoda sikereket érek el. Na de mindegy, jelenleg eléggé be vagyok pörögve. Lehet, hogy azért tudtam így gyorsan fölmenni, nem tudom úgyhát visszahozni ezt a minuszt, tehát amint mondtam, ugye vissza kell hozni a minusznak a többszörösét is akár, de hát én, én nekem a mai célom így 3800, ha szóval én már nem nagyon fogok így játszani már, meg minden, Már most már kicsit leállok a rankeddel nem, nem úgy leállok, hogy abba hagyom, hanem inkább lelassítok, úgy mondom, mivel most már így szépen lassan akarnám megcsinálni például 4000-et, ilyen napi 50 pontot előre haladva, vagy valami ilyesmi. Mert ugye nekem az lett volna a célom az előző szezonban is, hogy izé, ha ugye, mert most ugye szerencsére gyorsan meg lehet, szóval gyorsan meg lesz viszonylag, és akkor utána már lehet lassan és szépen, de biztosan haladni előre fele. akkor is még jobban lehetne ha például bedobni egy ranked Tényleg nagyon érték, nagyra érték. Na végre, köszönjük szépen, csak mondani kellett. Nem tudom, hogy ez a Ranked videó mennyi lesz hosszú. Lehet, hogy hosszú lesz, már mindegy. De az a lényeg, hogy lehet, hogy hosszú lesz. Ez beléggé szomjas vagyok, de jelenleg még nem vagyok energiaital birtokában. Még van citromos sör. De, hát azt inkább nem iszok. Azért, mert... Hát ő mert, most mit kell magyarázni? Azért, mert nem iszom azt jóval. Mert nem szeretem, vagy valami ilyesmi. Pedig amúgy tök jó, mert citromos, olyan, mint az ice csak keserű, vagy valami ilyesmi. Inkább azt mondanám, hogy széns a de az már sima izés, fanta, vagy valami ilyesmi. Mert nem mindegy. Nagy gyerekek, nézzük, hogy hova fog bedobni. Gyerekek, hát kalahari. Hát tudod mit? Akkor nyalt ki a nem mondok semmit leszálltunk ki de egyébként nagyon fényesen indul ez a meccs csak hogy hát kalahari az nem igazán szokott nekem az első feleiben jól menni tehát valahogy ki kéne húzni a meccs végéig mivel csak akkor indul be Ö, vagyis hát akkor szoktam inkább killelni és valahogy nyugt ó ez nagyon jó, nagyon jó gyerekek hoppá hoppá, ki is használjuk akkor vélet more Jó, 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 jó! Hát amúgy nagyon nem jó, de mindegy. Srácok! No para! Uraljuk a helyzetet. A helyzet magaslatán vagyunk. Belássuk a területet. Felmérjük a terepet. Jó. Mit tenne ilyenkor egy 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 ilyenkor? Mit Mit tenne ilyenkor? Hát valószínűleg, mit hát egy feljönne. Elsősorban. Aztán ö, Oda felmenne Alokkal Így né? Aztán innen gyorsan le is jönne És ide jönne Aztán ide jönne Jó, nice Király Király, király, király És akkor ilyenkor tenne Oda futna a kilátóhoz Valószínűleg úgy, hogy ne, ö, takarja a szikla király, király, király. Közben jön az első kör, tökéletes. Tökéletesen halad eddig a meccs. Azt leszámítva, hogy elvették a helyzetünket, a pozíciónkat, a helyünket elvették. Nagyon jó. Valószínűleg most Raffel Vince azt csinálna, hogy ki akarná útolni a csodáját, de Előtte még inkább ezt a sátrakat nézné meg. És akkor mit tenne Meghalna, xd. Nem amúgy, nem fog meghalni, gyerekek, szó sincs meghalásról. Minden lépésünk meg van tervezve, egy lépéssel a zenemjelőt járunk. Tehát kétség se fér hozzá, hogy mennyire el van tervezve ez az egész. És hogy mennyire taktikusan játszunk, mennyire taktikusak vagyunk. Közben felveszem a, körülbelül a kedvenc fegyveremet, de mivel nincsen hozzá semmiféle kiegészítő, ezért gyorsan le is cserélem. Valamint, 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 fel fogom venni a drágalátos biometrik szkópos ö, kar 98 k amit nerföltek, vagyis hogy gyengítettek, ami abban nyilvánul meg, hogy, hogy körülbelül teljesen rá kell irányítani a zenemire a fegyvert, és úgy, ké, úgy kell lőni, ugye? Tudjátok mit? Akkor hagyjuk. Akkor hagyjuk is! De mi sebződök, is Istenem már! Na. Na! Akkor jár velem kicseszni, jó? Jó, persze. Jó, nice, 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 nice baby, 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 baby. Hú! Előre, előre, bazd meg. Jó, hát akkor ne. Hát az irányításom még kicsit javítani kéne, de szerintem ne olyan jó. Fúr. Nem tudom, mik ezek a lóhangok, amúgy valószínűleg azért már rángat az ideg, Elég gyakran elé szokott fordulni amúgy. Csak így megsúgom nektek. Ö, minek nekem, ja jó mondjuk, mi a... azt akartam mondani, hogy minek nekem mennyi izé. Hát ö, neki a falon átlövő sniper kéje volt, de mi nem foglalkozunk ilyen huncutságokkal, mi elég a kar 98 is. Persze azért egy kicsit meghuncutkodva a biometrikus szkóppal, azért egy kicsit huncuttság, az belefér minden fegyverbe, ugye? Nyilván erre a micsodár is van, ilyen huncuttságunk. Szóval igen, Nagy, nagyon jó, nagyon jó. Közben felhúzzuk magunkat erre a fosra. Please, azt hittem már le fog minket dobni. Ö, eléggé messzire kell menni, de úgy látom, hogy ö, hát nem mindegy, menjünk előre. Hát ez szerintem olyan kör, hogy megyünk előre, azt, lesz, ami lesz. Merre megyünk hát előre, nem? Tehát ilyen könnyű. Arra megyünk arccal előre, az cső. Ilyen egyszerű. Ö, hát me mehetnék 10 évvel is, de amúgy nem fogok szóval lőni, hogy ezt higgyétek, hogy már. Ennyire fia vagyok mondjuk nem tudom, nem hülyeség, csak értitek, nem mondjuk odáig vitt volna csak el az iplán, szóval nem, nem lettem volna akkor nagy hülye. Ö Ö Ö Ö az úgy, az úgy Rili. Really az úgy, az új, úgy, most komoly? Tud látszik nagyon. Lehet, hogy inkább a izé kellett volna már annyira szkópolni akarok ezzel a k izével, karral. Most nem értem amúgy gyerekek, most ez mi a fasz volt? Az úgy aki, hogy ilyen keveset csebzek ezzel, na mindegy. Ö, jó, hogy ő, őnek is valami huncutsága van, jó van, hát akkor tesó. Huncutsága, huncutság ellen, így, így állunk, figyeljétek srácok, figyeljétek. Na hát nézzük. De jó, hogy mindegyiket félre lövöm, hát legalább az leesett arra a szarra. De nyilván nem a zenémbe. Na de mindegy, van elég ilyen húzókánk, szóval teli vagyunk ilyen húzó cuccokkal. Ö, amiket ugye szépen elcsortunk a... a ó, oh, oh, Tesó, ahhoz kicsit gyorsabb izé sniper reflex kell. tímerek, 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 tí, 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 tímerek. -tí 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 Fucking tímerek! De bazd meg a kurva anyádat, hogy teszed mi. Kurva jó vagy, ezért megy a cheat report, bazd meg. Komolyan már. Azt a két buzi tímert akarom leszedni, amikor jön egy nagy okos, bekeménykedik és leszed. Hát gratulálok, tényleg. Nagyon okos vagy, hogy persze elsőnek nem a tímereket kell leszedni. Á, hogy azokat szedjük le, akik szemétkednek a meccsbe. Á, inkább azt szedjük le, bazd meg, aki ezeket a csiskákat akarja, me akarja, megölni, hogy ne legyenek ezek a meccsbe. Nagyon jó, nagyon jó. Az ilyeneknek csak gratulálni tudok, bakker. És komolyan. Ez mi a rák? Fú, már tényleg ilyenek miatt kell felidegelni magam, kora reggel. Nem elég, hogy izé, na mindegy, hagyjuk ezt az egészet, mert... Uh... mert Légy basz az ideg. Most ez komoly? Komoly gyerekek? I így játszunk? Így? Így áll akkor a izé? Hú, istenem. Ezen most nagyon felbasztom magam gyerekek. Bocsássatok meg, hogy ennyire régelek, de ez kritikán aluli. Én többet várok el a Free Fair Playerektől nem tudom gyerekek, ez, ehhez nem tudok mit hozzáfűzni. Szerintem az ilyen játékosnak nem kéne ranked lennie, se a teamernek, se annak, aki leszed engem, akárki mond bármit is. Ez a volt, az én részem, vagy felém személytség volt ez az egész. Én nem tudom, gyerekek ha most itt lenne az a player, akkor szépen megmondanám neki, hogy hogy volt mersze beleavatkozni, és megkérdezném tőle, hogy te most komolyan ettől jobb játékosnak érzed -e magad, ezt teljesítménynek érzed -e, hogy ezt megcsináltad. Tényleg nagyon szépen gratulálok ennek a playernek. Tényleg gyerekek, ezért jár a taps. Gratulálok, gratulálok, sok sikert a továbbiakban is. Ö, ártalmatlan és ö, ö, jóindulatú ö, emberek leszedésére a továbbiakban is. Remélhetőleg tiszta, tiszta lélekkel fog szaludni és lelkiismeret nélkül. Tényleg nagyon szépen gratulálok neked, testvér, így tovább. A tímereknek pedig csak annyit üzenek, hogy szerencséjük volt. Nagyon nagy szerencséjük volt. Na mindegy. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, gyerekeket, kicsit túltoltam ezt a régyelést, tehát van ilyen gyerekek, most tényleg felcseztem magamat. Az a lényeg, hogy a célunk sikerült, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, erre nem számítottam, nagyon nagy fordulat volt a meccsben, legalább ezzel is izgalmasabb lesz nektek, na mindegy. Köszönöm, hogy megnéztétek, szevasztok! Következőben találkozunk nyilván.